alpataki vízesés, megyünk megnézni. Így van. Nagyon tetszik ez a vízesés. Miért? Mert olyan tiszta. Van egy medve, meg még vannak itt vakondok, meg olyan meg szerkék, meg olyan madarak, mint a gólyák. Meg a milyen ragadozó van itt, milyen ragadozó madár? Meg a bagoly, meg a sas. Legrégebbi menedékház, úgy hívják, hogy Reiner menedékház, és 1301 méter magasan van. Nem kell az esőkabát már. Összes tanár a kedvence. És az a jó, hogy égben nem a zsír. Azt a minden. Első nap vége van a túrának, most vagyunk a Tarájkán, és most vagyunk rá a siklóval. A sor végére ér. Jön tél vagy nyár, mosoly és köncse. No, minden fejezete más ígéje, ha mondvarázza. Sokat kellett ide jönni, de ennek a tónak az a neve, hogy Szerelem tó. Nagyon jó. És mit csinálta? És megmostam benne a kezem. A tudásod hatalom. Ez itt a Csorbató, ez a második legnagyobb tója a magas Tatrának. Amíg tiszta fény játszik a codon, minden lépésed igaz mutatom. Kincseit szórhatod szerte szét, mert a tudás hatalom. A tudás hatalom. Hátul az a csúcs, a krivány, rajta van a centekem.
ahol a sírközpont volt, a sírtam fölmen, és így sírtam. Egyszer csak itt teremtünk a semmi közepén, félve kutattuk a bizonytalant. Egy föld szívében gyökeret ereszvén, létünk örök virágot halt. Akarjuk és teszünk a jót, becsüljük az őszinte szót. Száz akadály jöhet és út vesz tőnk, nekünk nem szabhat határunk. Egy múzeumban, ahol kitemett állatok voltak, és mindenféle volt, ilyen vadon élő állatok, meg főleg madarak voltak, meg medvéket is kitomtak. Nagyon tetszett nekem a kirándulás, de egy kicsit sírtam, mert anyám hiányzott, de lekanal a szemek is eljött. Hegyeket is elmozdíthatunk. Énekel el ezer egy dalban lassan, egyé alakulhat szólamunk. A Poprádi tóhoz megyünk, és kavé gyúrunk, mire odaérünk. Száz akadály jöhet és út vesz tőnk, nekünk nem szabhat határ a tér és idő. Álmunkban szállunk a fényben, simogat a szél, vége van, mindig ragyog az ég. Átölel mindaz, ami mese szép, közel a távol, ne ébredsz fel még. Közel a távol, ne ébredsz fel még. Pam, pam, pam. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Köszönöm nagyon szépen, és mindenkit meghívok egy fagyira, tanítónéniket meg egy kávéra, vagy valamire, jó? Nekem a túrázás, az úszás és a vásárlás tetszett a legjobban. Ezért tetszett a túrázás, mert szép helyekre mentünk el. Azt tetszett a legjobban a túrázás, mert nagyon élvezetes volt, meg ezek a ilyen kalandok, amiket csináltunk. Nem lehet véletlen, hogy pont te is ilyen. Sziasztok, én vagyok a medve. Keressétek a zergét. Haladjatok 150 lépést a parkolón keresztül az utca végéig. Ott forduljatok jobbra. A sziklatestvérnél oda minek mész? Én vagyok a zerge. Haladjatok a ház felé 130 lépést. Ott egy lépcsőnél rejtőzik a bagoly. Sok szerencsét! 1, 5, 6, még egyszer! 9, 71. Tudnod kell! Megvan? Nem lehet élet! Megvan! Én vagyok a mókus. Haladjatok 100 lépést az üzletek felé, aztán forduljatok jobbra. Megvan, Levi, megtaláltam. Haladjatok az úton a Hotel Siesta felé. Bal oldalon találtok egy kőfalat. A kövek közt lapul a mormotán. Nem lehet életlen.
Én vagyok a mormata. A szálloda felé haladjatok 60 lépés. Hát, megtaláltatok? Így, de nagyon világítasz. Ne feledjétek, hogy a rókavadászat csak egy jó játék. Igazából nem szabad bántani az állatokat, főleg nem, ha védett területen tartózkodtok. Remélem tetszett ez a játék, és az egész erdei iskola. Sok újat tanultatok, és tapasztaltatok. Jó éjszakát kívánok! Üdvözlettel, a Róka!